Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Miskolc ellen szerezték meg 8. bajnoki győzelmüket a kékcápák. Az 5. helyen zárta az alapszakaszt az iStudio Futsal Nyíregyháza. Kézilabda kapusoknak tartott szakmai napot két korábbi válogatott játékos. Ismét Nyíregyházán lesz az atlétikai fedett pályás országos bajnokság. A Tiszavasvári ellen folytatja a bajnokságot a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Megszerezte 8. bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának 19. fordulójában 105-67-re verték a Miskolc csapatát. A két csapat a meccs előtt hasonló mutatóval állt a tabellán, ettől függetlenül a hazaiak voltak az esélyesebbek. Az első negyedet 5 ponttal nyerték a cápák, a második 10 percben pedig újabb 17 pontot tett hozzá előnyéhez a Nyíregyháza. Fordulás után sem változott a játék képe, folyamatosan nőtt a különbség a két csapat között, miközben Merin Mekmedovics valamennyi játékosát pályára küldte. Végül 100 pont fölött dobva, kiütéssel nyerte sorozatban 6. mérkőzését a Blue Sharks. Nagyon készülünk erre meccsre. Ezt a meccs valahogy, ezt a győzelmet, elhagyjuk ezt alsó rész, az, amikor decemberben voltunk utolsó helyen, most végre elbúcsúztunk ettől a veszélytől, hogy ott kell játszani. Más dolog ez, hogy igenis fáradtok vagyunk munkától, mert mikor készülünk, nem készülünk csak egy meccsre. Például a következő 4 meccs nagyon kemény, és most kell fizikailag bírni ezt. Ebből 4 meccsből játszunk a jobb ellenfélek ellen, és valahogy az is kell abszolválni. Nem tudom, hogy lesz, de minden 4 meccsen kell jól játszani. Ha megmutattunk, hogy mi is egy komoly csapat vagyunk, rájátszásnak való. Most nehéz ez játszani, itt lesz egy Supermovc, menjünk Supervásáshoz, Super Újpesthoz. Készülünk, de most sokkal könnyebb. Mert megoldottunk ezt a problémát, hogy a bajnokság kezdete, kikoptunk ezt a meccset, ami nem szabad kikopni Salgótarjántól, vagy mit tudom én kivel, még kaszások és idősekkel, mindent kell hozni. Hoztunk, jó állapotba tettünk a csoport. Mindenki játszott, örülök neki, hogy mindenki játszott, mindenki kopta ez, ami kell. Egy kicsikét fejbe fáradtak vagyunk, ezért láttam 2 nap szabad. És a kettől, mert vasárnap játszunk, következő meccs, kettől teljes gázzal újra készülünk. Említetted, hogy mindenki játszott, nem is akárhogyan, nagyon sok jó teljesítmény volt a kispadról is. Mit jelent ez a csapatnak, és te edzőként hogyan éled meg, hogy azért több emberre lehet számítani? Nálom olyan rutinos vagyok, hogy van már tekintés. Játékosoknak dumálok, de nem játszolok. Én is tudom, neki ez nehéz, de ez egy verseny, ez egy bajnokság, ami mi képviselünk egy városi komoly csapat. Nyíregyháza nagy múltú csapat, A-liga, én is itt A-liga vezettem. Mi nem tudunk ezzel kockázni, csak úgy jó érzünk magunk edzésre, játssza mindenki, ami volt elején, és akkor lesz mi lesz, ne lesz mi lesz, nyerni kell. Nekünk nyerni kell, békén mindenkinek, mi profik vagyunk, és ezért itt vagyunk, hogy ez hozunk a profi vizekre. Igen, mindenki szabadult és jól játszott, azok, akik padon voltak, tehát betegek, mindenki játszott, és így tovább is lesz, ha lesz lehetőség. Hogyan érkeztetek, milyen formában is, mi volt az elképzelés a mai mérkőzésre? Hát az mindenféleképpen nehezítette dolgunkat, hogy 3 hete nem volt értelmes meccsünk, mert a TFL elleni múlt heti mérkőzésünket nem lehet értelmesnek nevezni. Úgyhogy ez talán picit látszott is, hogy teljesen ritmustalanul játszottunk az egész mérkőzésen. Természetesen nem így készültünk, hogy a Nyíregyházzal azért jövünk, hogy ennyi ilyen nagy különbséget kikapjunk, de megérdemelten kaptunk ilyen nagy különbséggel. Volt mégis a mérkőzésnek olyan periódusa, vagy olyan momentum, amire lehet építeni a továbbiakba, hiszen egy olyan sorozat jön, ahol lehet győzelmeket szerezni. Az első negyedben azt gondolom még viszonylag mutattunk életjeleket, utána viszont néma csönd volt az egész mérkőzés, tehát megadtuk magunkat és csak utaztunk a történésekkel, tehát semmiféle kezdeményezőkészség nem volt a csapatomban, úgyhogy ennek nem lehetett más a vége. Egy nagyon magabiztos győzelmen van túl a csapat, hogyan láttad, mi volt az, ami döntött ezen a mérkőzésen? Szerintem mindenki kirakta szívét, lelkét a pályára, küzdöttünk, egymásért küzdöttünk, jó volt a ritmus, kemények voltunk védekezésben, ez is mutatja a 60-65 pontot, amit kaptunk. Megdobtuk a 100-at is, jó volt a támadójáték, úgyhogy szerintem minden egybe volt, most megyünk tovább, dolgozunk tovább.
nagyon sok látványos jelenete volt a mérkőzésnek, ebből több a te nevedhez fűződik. Milyen elképzeléssel szálltál be a mérkőzésbe? Szeretnék én is energiákat hozzáadni még a csapathoz, amit tudok, ami bennem van. Ez néha sokszor hibával jár, de ezeken próbálok javítani, és még több ilyen akciót akár létrehozni, illetve megcsinálni. A forduló további eredményei a következők: Fót Deac U23 107-77, TF Budapest BKG Prima Akadémia 73-89, Salgótarján PVSK 87-94, Új Budamavc Cegléd 102-88, Jászberény Óbudai Kaszások 87-69 és Budafok Vasas Akadémia 69-76. A tabella élén az Új Budamavc áll 17 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Pécset. A 8-11-jel 7. Nyíregyháza vasárnap a 4. BKG Prima Akadémiához látogat. Az 5. helyen zárta az alapszakaszt az A Studio Futsal Nyíregyháza. Lovas Norbert együttese 12 győzelem mellett 3 döntetlent játszott és 7-szer szenvedett vereséget. A nyáron megfogalmazódott bennünk az, hogy jó lenne odaérni a felsőházra. Ezért úgy is igazoltunk, illetve olyan szakmai munka folyt, tehát a Bercivel kiegészülve és a Krizsával kapus edzői pozícióba, hogy tényleg teljessé vált a keretünk, és egy normális edzésmunkát végeztek a játékosok. Néha túlszárnyalta az elképzeléseinket ez az alapszakasz, mert azért voltak benne nagyon szép sikerek, voltak fájó vereségek is, de összességében én úgy gondolom, hogy a helyünkön vagyunk. Én az 5. helyet egyébként ilyen nagyon extra teljesítménynek tartottam szezon előtt. Szezon közben azért, amikor ott elkaptuk a fonalat, akkor már látszott, hogy tényleg meg lesz a felsőház, de nagyon örül neki az egész csapat, és ez egy tényleg klubtörténeti siker szerintem. Ha már említetted a szép győzelmek, ennek a fájó vereségeket, egyet-egyet emeljünk ki. Szép győzelemet a haladás, csak mi vertük meg az alapszakaszba. Játszottunk egész jó kis meccset a Veszprémmel, fájó vereség, illetve inkább a itthoni meccseken a Nyírbátor elleni, ott, amikor 3-0-ra vezettünk, és 3-3 lett a vége, de az is sikerült visszavágnunk nekik Nyírbátorba, hiszen ott elég simán 8-2-re nyertünk. Aztán több olyan meccs is volt, amikor tényleg elkaptuk a fonalat, és több gólos győzelmet arattunk, mint Pécsen. Jó volt így, ezek a meccsek egyébként hülyen tükrözik a kis csapatunkat, hogy hol tartunk. Az elején hullámzó volt, utána kiegyenesedtünk, utána most megint a januárt úgy kezdtük, hogy picit hullámvölgybe kerültünk. Ennek tudjuk az okát, ezt most fejlesztjük újra vissza a játékosokat, tehát hogy ugyanabba az erőnlét állapotba kerüljenek, és akkor a rájátszásra szerintem maximális erőbeadással tudunk készülni, vagyis folytatni a bajnokságot. Az alapszakasz gól királya Gregor lett 25 találattal. Akarsz-e kiemelni egyéneket, vagy pedig a csapat ért el ezt a sikert így eddig? Egyéneket szerintem felesleges most még kiemelnem. Mindenki tudja a helyét a csapatban. Ez egy csapatsportág, és ez egy csapatsiker, de kellettek hozzá azért a jó egyéni teljesítmények, sőt, kimagasló egyéni teljesítmények. Akiket igazoltunk, hál' Istennek, beváltották a hozzá fűzött reményeket, és ők 4-en, akik jöttek, plusz még az Ádám, rúgtak a 93 gólból majdnem 70-et, tehát ez egy nagyon nagy szám, és tényleg, tehát amivel tavaly küzdöttünk, hogy nem tudtuk berúgni a helyzeteket, na most az idén az sikerült. Összességében kapusposzton is azért voltak jó teljesítmények, amikor elkaptuk a fonalat, de rendkívül jó volt az, amikor volt ez a 6 meccses szériánk, akkor tényleg csapattá értünk össze, és igazából csapatsikernek köszönhető ez az egész. Mennyire számíthattatok a közönségre? A közönség az nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy biztat minket, és a sikerekből ők is kiveszik a részüket. Nagyon köszönjük nekik, és nagyon jó volt itt a Nyíregyháza ellen is játszani egy fantasztikus gála meccset. Majdnem teltház volt, sőt azt mondták, hogy az utóbbi években nem sokan voltak, tehát ennyien, mint most. Szerintem egy
nélkülük nem megy, tehát semmilyen sportágban. Reméljük, hogy azért a rájátszásra is, hiszen Magyarország legjobb 6 csapata vesz részt benne, és szeretnénk, hogyha minél többen jönnének, és azért a többszörös bajnokokat fogjuk fogadni hazai pályán, és remélem, hogy azért közönségcsalogató lesz ezek a mérkőzések. Megpróbáljuk mindenkivel felvenni a kesztyűt, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Most válogatott szünet van, hogyan néz ki a folytatás? Igen, a válogatott kiutazott Kuvaitba, ez egy 2 hetes felkészülést jelent a csapatoknak. Napi 2 edzéssel készülünk, illetve videózással. Most már tudjuk a sorsolást is, és így igazából tudunk most már úgy videózni, hogy tényleg aki az első számú, aki ellen játszunk, ez a Veszprém lesz. Nagyjából így zajlik, próbáljuk a hibákat javítani, edzésen pedig minél nagyobb koncentrációval végzik a játékosok az edzéseket. Nagyjából itt tartunk most. Talán lehet azt mondani, hogy egy picit várakozás fölötti szerepel, az 5. helyen zártátok az alapszakasz. Hogy látod, hogy minek köszönheti az a szereplés? Én úgy gondolom, hogy a szezon közbeni 8 győztes mérkőzésnek köszönhető igazából az a jó szériánknak köszönhetjük a szonosítvénk a felsőházban. Nem igazán szeretnénk ezzel megelégedni, dolgozunk azért, hogy minél előrébb végezzük a bajnokságban, szeretnénk éremért játszani. Tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz, tudjuk, hogy rengeteg munka kell hozzá, de úgy gondolom, hogy a csapat készen áll arra, hogy ezt az akadályt is megugorja. A saját teljesítményeddel mennyire vagy elégedett eddig? 100%-ban nem, megmondom őszintén, voltak olyan mérkőzéseim, ahol enyhén szólva is felejthető teljesítményt nyújtottam. Összességében 75%-ban vagyok megelégedve magammal, mert úgy gondolom, hogy az edzésmunkát azt mindig 100%-osan elvégzem, néha még lehet többet is, de nem vetíteném ki magamra azt, hogy én mennyire vagyok megelégedve magammal, hiszen mindig is csapatban próbáltam meggondolkodni, és ha a csapat sikeres, akkor úgy gondolom, hogy én is sikeres vagyok. Azt voltam, hogy minden sportágban, hogy a rájátszással egy másik bajnokság kezdődik. Hogy érzed, van még potenciál a csapatban? Ez így van, nagyon nehéz lesz a rájátszás, hiszen Magyarország legjobb 5 futsalklubja ellen fogunk játszani. Én úgy gondolom, hogy van potenciál a csapatban, össze kell csiszolódnunk még egy picit még jobban. Mindenkinek bele kell adni azt a maradék pár százalékot, amit még magába hagyott itt az alapszakaszban. Ki kell magába hozni mindenkinek 100%-ot, és ezen kívül extra teljesítményekre is szükségünk lesz ahhoz, hogy versenyben tudjunk maradni, és az adott célokat elérjük, amiket mi kitűztünk magunknak. A felsőházi rájátszást február 23-án Veszprémben kezdi a Nyíregyháza. Az első hazai meccsen február 29-én a Haladás ellen láthatja a közönség Gregoriékat. Fiatal kézilabda kapusok számára tartott szakmai napot Nyíregyházán 2 korábbi válogatott játékos, Farkas Andrea és Pastrovics Melinda elméleti és gyakorlati képzésen igyekezett átadni tapasztalatait a fiatalok számára. Rengeteg sportoló elmondta, hogy komoly szintű sportteljesítmény mentális erőllét nélkül nem lehetséges. Ha visszagondolsz a saját pályafutásodra, honnan, hová építetted fel magad, mondjuk kezdőkapusból, amikor már válogatott voltál és világversenyeken szereztetek érmeket? Ezt próbáltam a srácoknak is most elmondani, hogy saját tapasztalatból érezzék azt, hogy ennyi idős voltam, amikor én indultam, és hova lehet eljutni úgy, hogy közben jönnek a nehézségek, hogy áldozatokat kell hozni, hogy fel kell dolgozni ezeket a kudarcokat, és tovább kell lépni belőle. Én azt hiszem, hogy elégedett lehetek azzal a pályafutással, amit én elértem. Mennyire vevők a srácok ezekre a gondolatokra? A srácokat kéne megkérdezni, hogy igazából tetszik-e ez az egész nekik. Én úgy gondolom, hogy nagyon szeretik a gyakorlati részt, de azt is fontosnak tartom, hogy beszélgessünk egy kicsit ezekről a dolgokról, hiszen a kapus egy nagyon speciális, mondhatni azt, hogy egyéni játékos egy csapatjátékon belül, és hogy beszélgessünk ilyen dolgokról is, és hogyha már egy szót, egy mondatot elvisz, vagy úgy áll föl innen, hogy azt mondja, hogy valamit beépítek az én saját egyéniségembe, és valamitől most könnyebb lett nekem, vagy jobb lett, akkor már megérte. Ennek a kapusképző napnak van egy része, ami mentális felkészítéssel foglalkozik, meg van egy gyakorlati. Utóbbit csinálod, te hogyan épül fel egy nap programja?
Ennek a programnak a célja, hogy 12 éves korosztálytól 16-7 éves korosztályig, ugye nagyjából ez a tapasztalat, hogy most már rendszeresen részt vesznek a kapusképzésben, a megyei képzésben a gyerekek. Azt gondolom, hogy korosztálynak megfelelően, de a legfontosabb az, hogy ezek a gyerekek azok az alapdolgokat, amiben később tud boldogulni a kapuba, ugye a technikák, az alaptechnikák, alap lábmunkás gyakorlatokat, koordinációs gyakorlatokat, egyensúly gyakorlatokat mutassunk nekik, tanítsunk minél több olyan dolgot, amivel gyakorlatilag a célja az, hogy megtanulja a gyerekkorban azokat a dolgokat, hogy kell kezelni, hogy kell irányítani a saját mozgását, hogy kell koordinálni. Nagyon fontos ez kiemelt, én úgy gondolom az utánpótlás képzésben ezek az alapdolgok, amivel majd később ezt hasznosítani tudja, minél idősebb lesz, annál célszerűbben tudja végrehajtani a feladatokat. 12-16 éves kor között el idő, hogy jó kapus lesz-e valakiből, vagy egyáltalán van erre recept? Nem feltétlen, sőt, én azt gondolom, hogy nem, egyáltalán nem. Ez az az időszak, ez a befektetett munka, ez az energia, ami én úgy gondolom, nagyon sok képzést kell adni, sok egyénileg, sokat kell a gyerekbe áldozni, hogyha látjuk, hogy tehetséges. Ugye a tehetség az kevés, nagyon sok minden egyéb külső környezeti tényező befolyásolhatja a gyereknek a fejlődését, hogy milyen munkát kap, hogy milyen környezeti hatások érik, stb. Ebben most nem mennék bele, de igazából a lényeg az, hogy úgy gondolom, hogy jóval később, amikor már ugye az élettani hatásokban is fejletté válik, látható, hogy mi az még a maximum, amiben még tudunk hozzásegíteni a fejlődésében. Úgy gondolom, hogy ez jóval később derül ki, hogy a gyerekből milyen szintre indul el a pályafutása, hogy esetleg magasabb szinten kell-e vele tovább foglalkozni, vagy egy más, teljesen más szintet kell, más képzést kell, hogy kapjon. Nekünk az a célunk, hogy mindenkinek megadjuk a lehetőséget arra, hogyha tehetséges, hogy ki tudja futni azt a pályaivet, amit ő szeretné. Úgy gondolom, a magyar kézilabdában olyan edzők dolgoznak, akiknek az elsődleges céljuk, hogy megfelelően tudják megadni nekik ezt a képzést, illetve megfelelően tudják menedzselni a gyereknek a későbbi pályáját, pályafutását. A szurkoló azt látja, hogy jön egy lövés, vagy megfogja a kapus, vagy nem, de van többféle stílus, van többféle kapusiskola, van üdvözítő, vagy mindenkinek az egyéniségéhez kell szabni. Azért változik trendek is, tehát évről évre, tehát itt a világbajnokságon, Európa bajnokságon is látható, ugye a skandináv stílusban is, akár is egy pár olyan változás, amit érdemes az embernek, mint szakembereknek nekünk is elemezni, és tanulni belőle, és próbálni azt visszailleszteni az oktatásba, hiszen nagyon felgyorsult a kézilabda, nagyon gyorsak a lövések, nagyon gyorsak a játékosok, ezáltal a kapusnak is gyorsabban kell reagálni bizonyos szituációkban, és nem biztos, hogy elég, ami elég volt pár évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, az most már biztos, hogy abban is kell előrébb lépni, és nekünk is a fejlesztésben folyamatosan a trendeket követni. Nyilván van egy alap elképzelés, amit az ember saját maga elképzelései szerint dolgozik, de én úgy gondolom, mindig kell az újakra nyitott lenni, és az új dolgokat beépíteni az edzésében, hiszen ezek a gyerekek most jelen pillanatban 10 évesek, és amikor majd ők oda jutnak, hogy 20 évesek lesznek, addigra azért nekik már egy teljesen más mozgáskultúrájuk van, teljesen más követelmények szerint kell őket képezni, hiszen változik a kézilabda is. Úgyhogy igen, nem egyszerű a kapusposzt sem. Szombaton és vasárnap Nyíregyházán rendezik meg az 50. fedettpályás atlétikai magyar bajnokságot. A hazai versenyzők közül többen is aranyérem eséllyel indulnak. Volt két olyan versenyünk ebben az évben is, ami nemzetközileg is elismert verseny volt, hiszen a magyar egyesületeken versenyzőkön kívül 7 nemzet atlétái voltak itt, és mindenki megelégedéssel távozott. Sőt, a múlt héten volt a szlovák régiós, kassai régiónak a bajnoksága, ott is mindenki elégedetten ment haza az eredmények és a helyszín láttán. Hány embert mozgat meg a szervezők részéről egy ilyen kétnapos bajnokság? Most a Magyar Atlétikai Szövetség közel 70 főt
hoz ide Nyíregyházára a verseny lebonyolításához. Tehát nem egyszerű, hiszen minden versenyszámhoz annyi versenybírót kell biztosítani, hogy hiteles legyen maga a verseny. Országos bajnokságról van szó, tehát minden bizonnyal itt lesznek a legjobbak, ráadásul ugye olimpiai év is van, és egy Európa bajnokság is lesz szabad téren nyáron, de beszéljük most az OB-ről. Az elmúlt két országos bajnokságon nagyon jól szerepeltek a nyíregyházi atléták, most milyen elvárásokkal indulnak magyar sportolók? Úgy, ahogy a magyar élvonalban is a legjobbaknak, ugye nekünk is lesz Európa-bajnokság és olimpia, sőt most még fedett pályás világbajnokság is van, és azt mondhatom, hogy azok az atléták, akik ezekre a versenyekre készülnek, itt jó eredményeket akarnak elérni, hiszen ez a bajnokság pontgyűjtő verseny is az Európa-bajnokságra is az olimpiára, és hát a magyarok között is bízom benne, hogy Bakosi Péternek, illetve a helyieknek, Bakosi Péternek a magasugrás az nem fog problémát okozni, 2-20 fölötti eredményt várok tőle. Súlylökésben Tóth Balázs szintén első helyre esélyes, Nyisztor Petra remélhetőleg meg tudja verni a budapesti ellenfelét, és hát 1500 meg 3000 méteren Vörös Márk, aki meglepetést okozhat az ellenfeleknek, és örömet majd nekünk. 60 méteren Boros Bence egyre jobb eredményeket ér el most már a versenyeken, és hát remélhetőleg az egyéni csúcsához közel, vagy az egyéni csúcsát megdöntve ott lesz az első három hely valamelyikén. Lenne még egy szinte biztos aranyérem, ugye az 5 kilométeres gyaloglásban Helebrant Máté 2 évvel ezelőtt nyert, tavaly nem indult, mert azt hiszem sérült volt, és talán most sem lesz ott a mezőnyben. Valóban, de most nem sérülés miatt, hanem edzőtáborozik Portugáliában, hiszen neki a fő versenye az Európa-bajnokság és az olimpia, és a tavaszi versenyek egyikén szeretné az olimpiai szintet meggyalogolni, és hát erre készülnek most Portugáliában, március elején fog hazajönni. Szombat és vasárnap lesz a két versenynap. Mikor érdemes kijönni a szurkolóknak, és lesz-e belépő a rendezvényen? Én azt mondom, hogy mind a két nap jó, ha itt lesznek, hiszen nem ugyanazok a versenyszámok vannak egyik nap és a másik nap. És hát teljesen ingyenes a verseny látogatás, és hát nagyon bízom benne, hogy sokan leszünk, szurkolunk a nyíregyházi atlétáknak, szurkolnak a nyíregyházi atlétáknak, és szurkolnak a magyar élvonal atlétáinak is, hiszen akkor jó egy verseny, akkor hangulatos, meg akkor élvezik a versenyzők is, ha a közönség biztatja őket. Szombaton folytatódik a bajnokság a férfi kézilabda NB2 D csoportjában. A jelenleg negyedik Nyírbátor az alapszakaszból hátralévő három mérkőzésen szeretné megőrizni felsőházat jelentő pozícióját. Vegyes érzelmekkel tudok beszámolni arról, hogy hogyan sikerült a felkészülés. Először is azt szeretném elmondani, hogy tudjuk, hogy mi zajlott le, ugye a Falcsik Miklós vezetőedzőnk betegsége, utána Weibli Zoltán elvállalta december végéig. Egyébként örömmel jelenthetem, hogy Falcsik Mikő a gyógyulás útján van, és bízunk a teljes felépülésében. És decemberben nekünk meg kellett találni azt az edzőt, akivel elkezdi a csapat a felkészülést. Meg is találtuk a Tréki Tamás személyében, aki előtte 3 évig Ajkán volt az NB1B-s csapatnak a mestere. Tamással elkezdtük 9-én a felkészülést. Korábban azért nem tudtuk, mert az iskola, amihez vagyunk ugye kötve, nem volt nyitva, nem volt fűtés a terembe, és csak a tanév kezdetekor tudtuk mi is megkezdeni a felkészülést. Ez egy kicsit az előző évekhez képest rövidebb felkészülés, holott a küzdelem pedig még élesebb, hogyha lehetne úgy mondani. A felkészülésre betervezett 3 felkészülési mérkőzést nem az eredeti elképzeléseknek megfelelően, de lejátszottunk 3 mérkőzést. Elmentünk Balmazújvárosba, ott egy nagyon jó kis hajtós meccset X-re hoztunk, odahaza fogadtuk a Hajdúböszörményt, aki jelenleg második, és kirobbanthatatlan onnan per pillanat a tabellán. Otthon sikerült megvenni, majd Kisvárda visszamondott egy előre megbeszélt
felkészülési mérkőzésre, és újra elmentünk Hajdúböszörményhez, ott egy 2 gólos vereséget szenvedtünk, de itt már megtizedelt csapattal mentünk, mert nagyon sokan betegek voltak. Egyébként ez jellemezte a felkészülést is, hogy betegségek, munkahelyi elfoglaltságok, egyetemi vizsgák nehezítették a felkészülést. Viszont örömmel számolhatok be arról, hogy a fiatalok egyre inkább bontogatják a szárnyukat, gondolok itt a Beregi Márkra, gondolok itt az ifjabb Weibli Zoltánra, gondolok itt a kis Bujáki Csabira kapusként, aki ott vannak, hogy számításba lehet őket venni. De tulajdonképpen az edzéseken sok volt a hiányzó, sok volt a hiányzó. Szombaton kezdődik a bajnokság. Tiszavasvárit fogadjuk, amire szeretettel várunk minden kilátogató szurkolónkat. A következő mérkőzésen Debrecenbe megyünk az egyik olyan riválisunkhoz, akit egy ponttal előzünk meg, azzal kapcsolatosan, hogy a 4 közé jusson a csapatunk, illetve fogadjuk a Hajdunánást, akivel azonos pontszámmal vagyunk, ő 3., mi 4. gól különbséget illetően, tehát nagyon nehéz 3 mérkőzés vár ránk. Nem becsülve le az elsőt sem, a Tiszavasvárit, mert tulajdonképpen ők abban a helyzetben vannak, hogy esélytelenül játszhatnak, az ilyen pedig sok esetben szülhet egy jó teljesítményt, de feltételezett célunk az, hogy a 4 közé kerüljünk, és rangos mezőnyben nagyon jó mérkőzésekkel szórakoztassuk a kilátogató nézőinket. Egy új edző érkezésekor egy picit megváltozik egy csapatnál, bármilyen csapatsportág legyen szó. Minden lehet-e változásra számítani valamilyen szinten Nyírbátorban? Az új edző hozott egy olyan szemléletet, amit egy magasabb osztályból jövő edzőtől számítottunk is rá, hogy fog hozni. Ami azt jellemzi a csapatot, bocsánat, hogy egy tudatosabb védekezés, egy tudatosabb támadásszervezés, egy páros kapcsolatokra épülő játék, amihez mi más követni kívánhatna még az ember, mint hogy a játékosok nagy szíve is legyen a pályára kitéve, és ez azt hiszem, hogy nem csak a Tamásnak, de minden edzőnek ez a vágya. Úgy gondolom, hogy Tréki Tamás megtalálta azonnal a közös hangot a játékosokkal, elfogadták azt a munkát, amit az első perctől végez a csapattal, úgyhogy ő is mondhatom, hogy jól érzi magát a mi közegünkben, hiszen hetente meg minden edzésen, minden nap találkozunk, ennek én örülök, úgyhogy reméljük, hogy ennek oda-vissza a jó érzésnek meg lesz az eredménye is a bajnoki küzdelmek során. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!